Szeretettel köszöntök minden kedves televíziónézőt! Önök a Testőr című magazinműsorunkat látják itt a TV Szentendrén, melyben vendégem ezúttal Török Mária terapeuta. Szervusz! Szia! Köszönöm, hogy itt vagy nálunk. Vannak különböző kifejezések, amit egyre gyakrabban hallhatunk a közéletben, akár a coach kifejezése is. Egyre több terapeutáról is hallhatunk. De mit csinál az pontosan, aki terapeuta? A terapeuták alternatív életjobbító módszereket kínálnak fel az embereknek, akár betegségekkel, amin az orvostudomány megakad, hogy egyszerűen nem tudni, hogy miért van egyfajta betegség, nem tudnak segíteni. Van, hogy a leletek teljesen jók, mégis fennállnak bizonyos tünetek embereknél, ilyeneken tudunk segíteni életvezetési problémákon, legyen szó pénzről, a testtel való kapcsolatunkról, legyen szó párkapcsolatról, a gyerekekkel való viszonyunkról, tehát igen, széles körben elterjedt ez a dolog. Azt gondolom, egyre jobban elfogadott már az a tény, hogy a fejünkben, a tudatalattinkban levő dolgok irányítják az életünket valamilyen szinten, és amíg ezek nincsenek rendben, addig lehetnek mindenféle problémáink. Ezek okozhatnak testi tüneteket is, és akármilyen elakadásokat az élet különböző területein. Te magad mióta vagy terapeuta? Én 15 éve tanulok mindenféle ilyen módszert, és egy 5 éve körülbelül kezdtem el komolyabban foglalkozni ezzel. És ezek a problémák, amiket említettél, ezek a legjellemzőbb panaszok, kérdések, amivel kapcsolatban felkeresnek téged? Igen, és ezek miatt jutottam el én is ide, tehát nekem is teljesen realista ember voltam, és nekem is voltak olyan problémáim, mert nem találtam megoldást rá a kézzelfogható dolgoknál, vagy orvosoknál. És ezért kezdtem el, tudtam, hogy ez így nem lehet, tehát ennél van valami több, ami kisegít engem ezekből a dolgokból, akár testi problémáról, akár életbeli problémákról volt is szó. És ezért megtetszett, és ez az én életemhez nagyon nagy hozzájárulás volt, és amit kipróbáltam, és megtetszett, azt meg is tanultam. Tehát én is jártam terapeutákhoz, coachokhoz. Úgyhogy hogy csak olyan dolgot vállalok fel, amit kipróbáltam, és hitelesnek tartok. És mennyire nehéz ezt továbbadni? Mert ahogy mondtad, te is érezted, hogy szükséged van egyfajta töltetre, ezt megkaptad. Ez egyértelmű annak, aki beleássa magát ebbe a világba, hogyha nevezhetem így, hogy egy idő után tovább szeretnéd adni, és szeretnél te is segíteni másokon? Mindenképpen, és igazából annyira nem is háromféle embertípus van. Az egyik, aki teljesen elhatárolódik ettől, és ő nem, még nem. Van a másik, aki már rájött, hogy valami lehet, de még nem tudja igazából elfogadni, de már egy kicsit pedzegeti a fantáziáját. És van a harmadik típus, aki már tudja, hogy ez az út az, ami neki is segít. Az ilyeneknek lehet továbbadni. Tehát nem, én nem kezelek olyan embert, és nem segítek olyan embernek, aki nem őké. Tehát akit elhozott a feleségem, elhozott az anyukám, teljesen mindegy hány éves gyerekről van szó, ha ő szeretné a változtatást, az egy gyerekeimnél is így van. Tehát én nem mondom nekik, hogy gyere, hadd kezeljelek, amikor ők kérnek bármit, akkor nagyon szívesen, de akire ráerőltetjük, az nem tudja elfogadni. Hogy néz ki egy kezelés, ahogy te említed? Többféle alternatív módszer van. Tehát most van az, amiket én csinálok, meg vannak, amiket, tehát mindegyiknek más fajta a menete. Tehát nem tudom, hogy mennyire folyak bele, vagy ne. Tehát mindenki érzi, hogy mire van szüksége. Tehát ahogy mondtad, van a coach, a kineziológia. Én most az Access Bars terápiát csinálom, és masszírozok mellette. Sokan keresik azt a fajta meg, tehát én nem gyógymasszőr vagyok, hanem próbálom harmonizálni a testet a lélekkel. És ez is működik, és igen, sikeresen igen. Megy végbe. Nagyon izgalmas a szakmád, ez is megérne egy egész műsoridőt, de egy nagyon nagy aktualitás lépett az életedbe. Említetted, hogy annó te is kerested a kérdéseidre a válaszaidat, és az elmondásod szerint te megtaláltad ezeket, de jött egy új dolog az életedben, hiszen a lélek és a test azért még mégiscsak testben élünk. Te mit tapasztaltál meg az elmúlt időszakban, hiszen egy erőteljes mozgásba kezdtél bele? Igen, volt egy elakadás tavaly az életem, és van egy nagyon jó barátom, akivel pszichológiát tanultunk együtt, és ő mondta nekem, hogy jónak látna, ha elmennék egy fitness edzői iskolába, mert hogy akkor az mekkora hozzájárulás lehetne nekem. Hát igazából így tehát lövésem nem volt rá, és egy totálisan új kihívás volt, nagyon megkilódtam vele, mert teljesen más volt, mint amit eddig tanultam, de egy rettenetes nagy hozzájárulást adott az életemhez, és terapeutaként még izgalmasabb volt,
mert úgy tudtam ezt végigcsinálni, hogy én egy olyan testben voltam, vagy tehát az én testem az egy lusta test, én kényelmes vagyok, én hedonista vagyok, szeretek enni, tehát mindent, ami nem segíti azt, hogy az ember mozgékony legyen, erős legyen, állóképessége legyen, és jól nézzen ki. És érdekes volt, mert ezt már az iskolában is elfogadták, hogyha bármiféle lelki problémánk van, vagy bármilyen stressz ér minket, az visszaveszi a mozgásban a képességeinket. Tehát az, hogy a lélek és a test egyben van, már tanítják is. És érdekes volt terapeutaként ezt megtapasztalni, hogy a korlátokat, ahogy le tudtam tenni a fejemből, és hogy egyre nagyobb teljesítményekre voltam és vagyok képes. És hogy ezen a folyamaton végigmenni. Tehát én terapeutaként azért voltam könnyebb helyzetben, mert tudtam, hogy mik a gyengeségeim, és volt egy célom. És ez a cél annyira motivált engem, hogy folyamatosan tudtam a blokkokat, az elakadásokat tisztítani, és ezért még jobban tudtam előre haladni. Beszéljünk egy kicsit a kezdetekről. Mert azt gondolom, hogyha annyira nem vagyunk elégedettek magunkkal, és nézünk egy televíziós sorozatot, ahol mindenki über csinos, lehet, hogy valaki elmondja, hogy szígyja őket, hogy tudnak így kinézni. És van a másik, aki azt mondja, hogy én is ilyen szeretnék lenni, vagy hasonló, és igyekszek mindent megtenni ennek érdekében, de legtöbb esetben ez elakad a fotelnál, mert hogy megérezzük ennek a terhét, a küzdelmeit, azt, hogy sokszor meg kell feszíteni önmagunkat. Neked milyen volt az indulópont, amikor érezted, hogy izomlázad van, elfáradsz, kell ez nekem? Nem volt ilyen érzés? De, és ez igazából ez több összetevős nálam. Először is, amit én csinálok, az Access Bars terápia, ő azt mondja, hogy az életben ez a legnagyobb erősséged, ahol azt gondolod, hogy a leggyengébb vagy. Ez is egy kihívás volt nekem, mert én tudtam, hogy fizikailag én nem vagyok nagyon erős. És kíváncsi voltam, hogy mi van mögötte, tehát mi igaz ebből, amit én tanultam. Tehát egyrészt ez volt egy kihívás nekem. A másik, hogy valahogy minden ellenkezésem ellenére bekerültem egy crossfit órára. Mai napig nem tudom, hogy egyszer csak ott voltam, amire én mindig azt mondtam, hogy én ezt soha. Tehát hogy ez néz ki a crossfit edzés egyébként? Crossfit-ben többféle edzésmódszer van. Van saját testsúlyos, van súlyosabb, tehát ez legfőképp az állóképességet, a belső izmokat formálja, tehát ez az ember jobban össze, de nem a bodybuilding, amit hogy kifejezetten a formára megy rá, hanem ez én azt gondolom, hogy többet ad. De végülis mindenkinek meg kell találni a saját sportját. Nekem ez volt az érdekes, amit meséltem, hogy minden ellenállásom ellenére, ez csak az élet oda vezérel, tehát így biztatok mindenkit, hogy ahol ellenállásban van, egy picit nyisson, hát tehát nem tudhatjuk, hogy mi visz minket arra, ami örömet okoz. És kiderült, hogy jól érzem magam, tetszik nekem, elkezdtem járni, és ezt hozta magával, hogy az edzőtársak mondták ezt a, van egy ilyen Spárta nevű verseny, ami egy elég nagy kihívás, több fokozata van ennek, és egyszer egy óvatlan pillanatomban rábólintottam, hogy jó, akkor elmegyek a legalacsonyabb szintűre, és akkor már volt egy olyan motivációm, ami vitt. És természetesen én is nézek brazilias sorozatokat, meg eszek néha chipset, de akkora élvezetet okozott, és már nem azért csináltam, hogy nézek ki, hanem azért csináltam, mert nagyon élveztem. És akkor ez hozta azt, hogy ha úgy ettem, tehát hogyha normálisabb ételeket ettem, akkor jobban is éreztem magam, jobban is ment. Na de várjál, azt mondod, hogy örömöt okozott, és hogy jól érezted magad közben. Igen. Hát hol jön el az a pont? Tehát az ember, vagy az edzőteremben azt látod, hogy mindenki izzad, kínlódik. Én magam esetében mondjuk azt is látom, hogy mindenki tök jól mozog, tudja, hogy használja a gépeket. Hát én még a haspadra is fordítva ülök rá. Tehát, jó, hát ezt tegyük hozzá, hogy én is izzadok, és kínlódok a mai napig. És mikor van az, hogy ez örömöt okoz? Tehát, hogy mikor jött el az a pillanat? Hát okozhat örömöt. Tehát azt kell megtalálni, azt az egyensúlyt kell megtalálni, azt a mozgásformát kell megtalálni. Én mindenkinek javaslom, hogy bármilyen sportba kezd, mindenképp keressen egy olyan edzőt, aki vagy sportszakembert, aki az adott sportban jó, és az első lépésekre bevezeti őt. Kijavítja a problémákat, megmutatja, hogy kell haspadra felülni, tehát hogy maximális segítséget nyújt. Ezek általában pénzbe kerülnek, de nagyon megéri, mert utána az ember olyan magabiztosságot kap ő általuk, és ők jobban tehát egy külső ember jobban felméri a fizikumát, mert hogy én vigyázok magamra, nem emelek annyi súlyt, ő bátrabban rám rakja, és kiderül, hogy kibírom.
Tehát ez is ad egyfajta elégedettséget, büszkeséget, hogy azt, de ügyes vagyok. Ezt is megcsináltam. Igen. Hogy azt mondom, hogy nem feltétlenül akkor rosszra bíztatok senkit, hanem amit szerint lovaglás, a futás, hogy a futásnál is, hogy sokan nem szeretnek futni, én se szerettem. De amikor az ember kipróbálja, hogy nem hajtom magam, nincs elvárásom, nem akarok hasonlítani senkihez, csak kimegyek és jól érzem magam, beteszem a fülembe a zenét, egy kicsit eljövök a családtól, a munkától, a stressztől, kimegyek a természetbe, és elengedem magam, és közben kocogok, sétálok, ami jól esik, tehát nem kell széthajtanunk magunkat. Ez úgy is, hogyha az ember rendszeressé teszi, úgy is mindenki fejlődik, és egyre könnyebb lesz. Persze utána majd egyre nagyobb célkitűzései lesznek megint. De az a jó út, nem? Amikor mindig van újabb és újabb célunk. Említetted a Spártát, mit tudhatunk erről? Ez egy nagyon izgalmas dolog. Nekem konkrétan a gyerekkoromat hozta vissza, mert hogy nagyon régen nem éltem meg azt a fajta gyerekességet, hogy koszos vízben át kell bújni, palánk alatt fel kell mászni, létrán lemászni a másik oldalon, zsákot kell cipelni, ruhába kellett tóba bemenni, és azon átúszni. Tehát olyan izgalmas dolgokat hozott nekem, annyi korlátomat tudtam átlépni, ami nem csak a testemmel kapcsolatban, nem csak a sportban, hanem olyan önbizalmat adott, ami az élet minden területére kihatott. És egy olyan dolgot csináltam, amire azt mondtam volna, hogy erre soha nem leszek képes, és csak kiderült, hogy te képes vagyok rá. Úgy, hogy tavaly évvégén még hát amikor az iskolába jártam, ezeket az órákat igyekeztem minél jobban ellógni, mert hogy egyszer nem bírtam végigcsinálni még úgy sem, hogy a tanár magyarázat közben is jegyzetelni kellett, tehát olyan szinten nem volt állóképességem ehhez, meg erőlétem. Januárban kezdted el aktívabban a sportot? Igen, ezt a fajtát igen. Uh-huh. Addig ilyen hobbi gyúrós voltam. De elkezdted, és ez a lényeg, igen. Talán ez a kulcspont így a kérdésünkben. Terapeutaként inkább a lélekkel foglalkozol. Neked is sokat ad az, hogy látod azt, hogy mennyit ad magadnak a sport, mennyire ajánlod azoknak az embereknek, akik megkeresnek téged, és különböző problémákkal küzdenek, hogy kezdjenek el mozogni, mennyire adod ezt tovább? Mindenképpen szeretném ezt továbbadni és sugalmazni nekik, már csak azért is, mert hogy eddig terapeutaként azt gondoltam, hogy csak is kizárólag a fejben lévő dolgok, és csak a fejben dől el minden. Továbbra is egyetértek ezzel, de viszont van egy testünk, ezt tudomásul kell venni, ami tárol dolgokat, tehát viszünk be táplálékokat, kenjünk rá különböző adalékanyagokat, vannak érzelmeink, amik görcsbe összehúznak, a munkahelyünkön stressz, a családdal összetűzések. Ha például én azt gondolom magamról, hogy én nem bírom a kánikulát, vagy nem bírom a napsütést, és nyár van, és kánikula van, az is egyfajta stressz a testemnek, mert hogy a fejemben az van, hogy nekem ez rossz, és mivel ez van kint, ez folyamatos stresszt okoz. Tehát nagyon sok stressz éri a testünket. És hogyha mozgunk, akkor beindul egy lendület, beindul egy energiaáramlás, ami abban is segít, hogy a testünk is egészségesebb legyen, és a fejünkben nagyon sok minden ki tud ezáltal tisztulni. Kikapcsolódunk, mással foglalkozunk, teljesen más közegben vagyunk, csoportban vagy egyedül, tehát ki hogy szereti. Elkezdtél mozogni, a tested mennyire formálódott ez idő alatt? Mert mindenki azt mondja, hogy sokat. Tehát én minden nap látom, a ruháimon érzem, hogy anélkül, hogy tényleg így nem koplalok, és hogy mégis beleférek kényelmesen a 2 évvel ezelőtti ruháimban. Azért ez is ad egyfajta önbizalmat, hogy és ezt kihat a lelkünkre, főleg nőként, ez azért nagyon kell, nem? És ugye sokszor annyira jó, hogy a koplalást mondtad, mert említetted, hogy így különböző testkép problémákkal is megkeresnek téged, de hogy ez is ad egyfajta töltetet a lelkünknek, hogy elkezdünk mozogni, és látjuk magunkon a változást. Igen, és arról nem beszélve, hogy olyan szerencsések vagyunk most ebben a mai világban, hogy annyi alternatíva van az egészséges étkezésre, hogy igazából nem nagyon gondolom, hogy nagyon sok mindenről le kéne mondani, mert már fánkot is lehet csinálni olyan összetételű tápanyagokból, amik csak adnak a testnek, és 2 perc alatt készen vannak, tehát nem kell otthon a konyhában órákat eltölteni ahhoz, hogy egészségesen tudjunk enni. A pácienseid közül mennyire jellemző az, hogy az önképükkel van gond, hogy a testüket nem fogadják el, nem szeretik magukat? Vannak sokan, akik ebben a problémában vannak.
Csak hát ez, a kérdés az, hogy mennyire zavarja. Ha nagyon zavarja, akkor fog érte tenni. Ha nem zavarja annyira, csak kicsit, akkor csak inkább kiillódik, és tehát olyankor a fejébe szoktunk rendet rakni, és vagy megindul egy sport, tehát egy intenzívebb sport és intenzívebb életmódváltás fele, vagy pedig azt mondja, hogy elfogadom a testem ilyennek. Mind a kettővel találkoztál már? Igen, igen. És itt mi a kulcskérdés szerinted? Te mit látsz? Hogy megtörténjen az egyik vagy a másik? Ne. Tehát nincs az, hogy az egyik jobb, mint a másik, csak hogy elfogadjuk magunkat, vagy éppen tegyünk érte, kinek mi az útja? Igen, én pont ezt gondolom, hogy nem gondolom, hogy egy izmosabb test, hogy egy dekoratív test az vonzóbb lenne. Én azt gondolom, hogy a személyiségünk a vonzó, bár tudom, hogy ez most nem divat, mert hogy most minden a külsőségekről szól állítólag, én azért ebben nem állnék ki emellett teljesen. Én azt gondolom, hogy ha valaki vonzó a számomra, akkor nem attól lesz vonzó, hogy kockás a hasa, vagy nem tudom hány kiló, hanem attól lesz vonzó, hogy milyen a személyisége. Az, hogy elmenjünk edzeni, az nyilván elhatározás, döntés kérdése, időbeosztás is. És ugye legtöbbször itt jön a kifogás, hogy hát én már idős vagyok ehhez, én már nem állok neki mozogni, eddig se tettem meg, nem fér bele az időmbe, folyton dolgozom. Te mennyire bátorítod, buzdítod akár 40 felett a pácienseket? Hát én maximálisan, mert hogy mondtam, tehát én tavaly 46 voltam, én 46 éves korom után kezdtem ezt a spártát, és olyan szintű változást veszek észre a testemen, a bőrömön, tehát a legjobb formámban vagyok, mióta élek. Tehát én nem érzem azt, amit sokan mondanak, hogy de jó volt, 18 évesen, 20 évesen, nem tudom, tehát lehet, hogy én fordítva vagyok bekötve, nem szóval, de az biztos, hogy életem legjobb formájában vagyok, fizikailag, állóképességileg, mindenhogy, tehát a bőröm, én is izzadok, persze a megterheléstől, de mindenképpen jót tesz, odafigyelek a táplálkozásomra, de nem éhezek, nem vagyok meg magamtól semmit, csak igyekszem a táplálkozásom nagy részét egészséges hozzávalókból bevinni. És mennyire jellemző az, hogy olyan páciensek kerülnek hozzád, akik azt mondják, hogy ehhez már idősek, és mondjuk van-e olyan, aki azt mondja, hogy 40 felett már nem szívesen kezdene bele a mozgásba, vagy azt érzi, hogy erre már alkalmatlan? Lehet, hogy van, én ezt kihozom belőle, tehát az ilyen embereket meg tudom győzni, hogy ez nem így van. Tehát a kihívást látod ebben is. Igen. Neked mit ad a szakmád? Tehát, hogy így az abszolút sugárzik belőled, hogy pozitív vagy, de miközben kezelsz másokat, ahogy te nevezted ezt meg, mennyire kapsz te is egy-egy ilyen alkalommal, hogyha látsz egy-egy sikert, amikor látod, hogy valaki jobban érzi magát, lelkileg jobban össze lett rakva? Mindenképpen jó érzést okoz nekem, de azt gondolom, hogy én csak annak tudok segíteni, aki nyitott rá. Tehát ha valaki odajön és tőlem várja a megoldást, aki nem fog sosem segíteni, és lehet, hogy jól érzi magát, és kikapcsolódik addig, amíg ott vagyok, mert hogy az én lendületem viszi ott, viszont ha ő nem kezd el megváltozni, akkor ahogy hazamegy, még mondjuk valamennyi időt persze még el tud tölteni ebbe az energiában, befeltöltjük, vagy megváltoztatjuk, de utána vissza fog csúszni, tehát én mindenképp arra bátorítok mindenkit, hogy saját magában találja meg azt, ami neki az örömet a legnagyobb örömet okozza, a jó érzést okoz. Milyen tanácsokkal tudod ellátni ilyenkor az embereket? Különböző könyvek, hangos könyvek mennyire segítenek egy-egy ilyen alkalomkor? Mindenképp hozzájárulások, viszont azt gondolom, hogy amíg a fejünkben nincsen rend, nagyon sok könyvet olvastam én is, és nagyon sok mindent most értek meg. Amikor olvastam, akkor elfogadtam, hogy jó, rendben, ezt így kéne csinálni, de nem tudtam csinálni, hogy mindig, ha nem vagyunk olyan jól, gondoljunk jó dolgokra, vagy hogyha lehangoltak vagyunk, keressük meg, hogy mi az, ami az adott pillanatban a legjobb nekünk, teljesen mindegy, egy pohárbor, egy szelet csoki, egy kis séta, csak amikor az ember lehangolt, vagy rossz kedve, vagy problémája van, akkor ezeket nem nagyon tudja meglátni. És azért gondolom azt, hogy szükség van terapeutákra természetesen az önképzés mellett, mert a terapeuták olyan dolgokat tudnak kiszedni a tudatalattinkból, vagy harmóniába hozni a fejünkben, vagy az életünkben, mindegy, hogy fejezzük ki, amik segítenek befogadni azokat a dolgokat, amiket a könyvben, hangos könyvekben tudunk elolvasni. Magyarországon azért most már jó számban elérhetők mind a szakemberek, mind a különböző szakirodalmak ezzel kapcsolatban, ez ugye? Tehát azért ez egy nagyon nagy segítség, mint például 20-25 évvel ezelőtt. Igen, igen, arra kell csak vigyázni, hogy mint minden szakmában itt is vannak olyanok, akik gyors talpalóval, vagy tehát viszonylag rövid végzettséggel, abban nem lehet szerintem. De mondjuk ez olyan nehéz, hogyha valaki így bajban van mondjuk,
és tényleg így elkeseredésében keres fel egy adott szakembert, aki egy gyors talpalon végzett, aki oda megy, ezt honnan lehet észrevenni? Tehát mik lehetnek azok a jelek, amiből nekünk észre kéne venni, hogy váltani kéne? Hát egyrészt megkérdezném, vagy utána néznék, hogy milyen végzettségei vannak, mióta foglalkozik ezzel, hallgatnék nagyon a megérzéseimre. Mm-hmm. Lehet, hogy nem annyira végzett terapeuta, akihez megy, viszont egy olyan energiát tud adni a vendégnek, amitől ő jobban fogja érezni magát, hogyha ő rá befogadó. És azt úgy is fogja érezni, hogy én sem beszélek meg a vendégeimmel a következő időpontot, hanem azt szeretem, ha ők érzik, tehát tudják mindig, hogy mikor van rám szükségük, és akkor jönnek. Milyen módon keresnek meg téged a legtöbben? Milyen csatornákat használsz arra, hogy elérhetővé váljál? Hát a Facebookot szoktam a legjobban, mert hogy azonnal lehet jó pofákat posztolni, ami megfogja őket, lehet mérhatóbb gondolatokat is kitenni, tehát ez egy széles körűbb információ szerintem. Tehát javarészt azon, és akkor ott, hát telefonszámom. Szentendrén érnek el téged. Igen, egyébként? Szentendrén vagyok. Rendben. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. További minden jót kívánunk neked, és jó látni ezt az örömöt, amit például a mozgás is adott neked. Köszönöm szépen, meghívtatok. A kedves televíziónézők figyelmét is megköszönöm. Önök a Testőr című magazin műsorunkat látták itt a TV Szentendrén. Viszontlátásra!